nem marad még a pályán a labda. Szabó, 2-0, eldőlt a mérkőzés. Felpördült a labda, és ebből a kamerálásból nem lehetett tökéletesen látni, hogy végül kimegy-e a labda, vagy nem, de nem. Ez egy nagy gyertya volt, aminek a végén Szabó őrülhetett ott Lesi puskásként, és be is lövi a második paksi gólt. Már biztos gyakorlatilag, hogy 3 ponttal mehet haza a Paks. Nem szemedgyönyörködtető futballal, de azt gondolom megérdemelten.